A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség minden évben megemlékezik Szent István királyról és az államalapításról. Idén viszont Kárpátalja szerte a háborús helyzet miatt csendes főhajtással és koszorúzással méltatták az emléknapot. A KMKS Felső-Tiszavidéki Középszintű Szervezete, valamint a helyi magyarság Aknaszlatinán az első magyar királyról elnevezett helyi római katolikus templomban gyűlt össze. Az ünnepi szentmisét és a körmenetet Mankovics Sándor rahói plébános celebrálta. Őseink mertek nagyot álmodni, és azért, mert mertek nagyon álmodni, itt van ez a templom, őseink öröksége. Érdemes megérinteni a falakat, és visszaidézni a múltat, és a múlt eleveni válik mindjárt számára. Őseink reménye álma, és a Szent István védelme, mert a Szent István védőszentje ennek a templomnak, magyar királyunk. Szent István királyunk, hogyha rátekintünk, akkor láthatjuk azt, hogy fontos volt számára az, hogy egy biztos alapra építse saját életét, nem csak a saját életét, hanem országának életét is Krisztusra alapozta. És a mai napokban, ezekben az időkben ennek az örökségében élünk, vagy Szent István örökségében élünk. Mi vagyunk a jövő, az egyháznak a jövője. A szentmisét követően néma főhajtásra került sor a templomkertben felállított Szent István szobor előtt. A KMKS Felső-Tiszavidéki Középszintű Szervezetének nevében Sari József elnök helyezte el az emlékezés koszorúját. Az államalapítás Szent István királyunk ünnepe, ez minden egyes magyarnak egy fontos ünnep. Fontos ünnep ez különösen most számunkra, amikor ez a felbojdult világ értékét kezdi veszíteni. Ezeket a Szent Istváni értékeket kell tudatosítani, visszahozni és megmenteni. Ezért kell, hogy ünnepeljük itt a Szorványban is a Szent István napi ünnepet. Ezért fontos az, és ezért örültem annak, hogy a Szent Misében a Szorvány különösen megjelent és különös hangsúlyt kapott, mert mindennapi örömünket és bánatunkat mi tudjuk és érezzük, és azt a csekéke örömöt, amit talán meg tudunk tartani, azt próbáljuk továbbvinni és őrizni. A rendezvényen részt vett Magyarország ungvári főkonzulátusának főkonzulja is. Bacskai József stábunknak adott interjújában kiemelte, hogy az államalapításról való megemlékezés is a magyarság összetartozását jelképezi. Nagyon távol Budapesttől, a Kárpátok között, Aknaszatinán ma a közösséggel együtt ünnepeltünk. Igazából az itteni ünnepség fejezi ki a magyar összetartozást. Itt távol a Szorványban felcsendültek a magyar danok, a magyar énekek, a magyar imádság és a magyar emberek együtt ünnepeltek ezen a napon az anyaország embereivel, családjaival, máshol a világban, Szorványban lévő emberekkel, a szomszédos országban élő kisebbségekkel. Ennek az ad el igazából hangsúlyt, hogy ez az esemény a háború napjaiban történik, amikor mindenütt ebben az országban, ahol élünk, baj van, szegénység van, nyomor van. Ennek ellenére az emberek eljöttek ünnepelni, együtt imádkoztak a templom búcsú alkalmából. A csendes megemlékezés végén a helyi egyházi és oktatási szervezetek képviselői is fejet hajtottak Szent István király szobra előtt. Tekints le az országunkra és a magyar népre! A KMKS koszorúzást tartott Tiszacsomán is, ahol 108 sírból álló honfoglaláskori temetőt tártak fel. Ennek helyén a szövetség 1996-ban honfoglalási emlék- és szoborparkot létesített. A résztvevők itt helyezték el csendes főhajtás mellett a tisztelet koszorúit Árpád fejedelem és Szent István király szobránál. Ők voltak azok, akik a magyarság legnagyobb vállalkozásait sikerre vitték, hiszen a honfoglalás után hamarosan ráébredtek a magyar és a velük rokon törzsek arra, hogy államalapítás nélkül viszont nem megy.
Hát ebben van Szent István királynak a történelmi szerepe, hogy meg tudta szervezni, és végig tudta vinni az államalapítás nehéz időszakát. 38 évig uralkodott, meg tudta erősíteni a magyar államot. És hát úgy gondolom, hogy különösen ki kell emelnünk a mai időkben az Inn termeit, amelyből az egyik idézném, tehát mégpedig az, hogy minden ember egyenlő körülmények között születik, de nem emel föl csak az alázat, és nem taszít le csak a gyűlölség és a gőg. Tehát úgy gondolom, hogy az ő intelme ma is nagyon példabeszédnek lehetne vinni, és meghallgatása kellene, hogy találkozzon a világban, hisz tudjuk azt, hogy a nagyhatalmak mindent bevetnek azért, hogy a kis országokat, kis népeket, hát azt nem mondom, hogy lelki rabságba, de valami hasonlóra törekedjenek, és hát a pénz uralma van, amit látunk a környező világban, amellett, hogy fegyveres összetűzések is vannak, ahol a nagyok megpróbálják ráerőltetni az elképzeléseiket és a saját világnézetüket másokra, így van ez például országunkban, Ukrajnában is. Külön öröm számunkra, hogy Magyarország teljes erővel, mondhatjuk így, segíti Ukrajnát, és sok százezer embernek nyújt menedéket, úgy kárpátai magyarnak, mint ukrajnai lakosnak. Szent István Magyarország védőszentje, könyörög érettünk. Mezőkaszonyban az államalapító Szent István király tavaly felavatott mellszobránál tartotta augusztus 20-ai megemlékezését a Prokultúra Subcarpatica. A civil szervezet 2015-ben éppen ezen a településen indította el nemzeti ünnepünk tiszteletére tartandó eseménysorozatát. Idén a háború minden nagyszabású tervet felülírt, azonban a maroknyi helyi magyarság ugyan néma főhajtással, csendes imádsággal, de ünnepi díszbe öltözött szívvel jelent meg Szent István király mellszobránál a magyar állam 1000 éves folytonosságán. Emléknapján. 2021-ben nyílt lehetőségünk arra, hogy egy Szent István mellszoborral adózzunk az államalapítónk emléke előtt, és úgy terveztük, hogy idén egy családi programmal, egy búcsúval visszatérünk ide a területre is, sajnos a háború ezt nem tette lehetővé. Ugyanakkor megtanított minket arra, hogy megerősített minket abban, hogy a helyi lakosok őrzik és tovább viszik Szent István szellemiségét, ugyanis a háború kitörésekor az anyagi lehetőségeiken és az erőiken felül bizonyított azt, mint Kaszony, mint pedig a környékbeli település lakossága, hogy képes keresztény szeretettel humánusan fogadni a háború elől menekülő családokat.